A heti tévé reggeli ébresztő műsora a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gyarmati István volt EBSZ nagykövet, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, aki minek utána hétfő van, a sok e-mail kérésnek megfelelően megint az asztal alatt rövid nadrágban van, úgyhogy ne keressék a lábát, kérésükre rövid nadrágba érkezett, annál is inkább, mert a kocsitól a stúdióig úsznia kellett, hisz áll a víz a városban, de hamarosan, mire önök is elindulnak, talán apadni fog. Amennyiben nem úgy, akkor a következő híradóba vízállás jelentést is fogunk felolvasni. Akkor üljünk fel a varázsszőnyegünkre, és repüljünk egészen az Na, hova akartam repülni? Én Abu Dhabiba szeretnék repülni most. Nagyon jó. Az Emirátusba megyünk, és nézzük meg, hogy tulajdonképpen ott most nagy örömködés van, vagy mi van. Hisz tulajdonképpen vannak, akik azt mondják, hogy a területek megszállása ezzel tovább folytatódik, van, akik azt mondják, hogy az annektálás megszakad, lehet vitatkozni, erről majd fogunk vitatkozni a kora esti órákban, de tulajdonképpen egy hatalmas, egy új világ kezdődik, hisz az Emirátusok 70 éve léteznek, és 70 éven keresztül nem vettek tudomást, már ebben a formában, nem vettek tudomást Izraelről. Gonosz, nincs, nem érdekes, nem létezik. Most viszont fordult a kocka egy nagyot. Ez segít az amerikai elnöknek az elnök választáson? Nem tudom. Azt gondolom, hogy az amerikai elnök választást alapvetően nem a külpolitika dönti el. Valószínűleg néhányan, akik figyelnek, azt ezt külpolitikai sikernek értékelik. Egyébként nagyon helyesen, hiszen ez egy nagyon komoly külpolitikai siker, de Amerikának annyi baja van most, hogy nem hiszem, hogy ez lényegesen befolyásol. Ezt fogja követni Bahrein, Omán és így tovább. Vajon segít ez Netanyahu-nak? Omán gyakorlatilag már megtette. Ez Bahrein hát többé-kevésbé, ugye részt vett azon a értekezleten, amit Kushnerék összehívtak. Én a leglényegesebbnek azt tartom, hogy az emírségek a szaudarábiai egyetértés nélkül ilyet nem csináltak volna. Mégis Szaudarábia lesz az utolsó, aki csatlakozni fog, úgy tűnik. És azt gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy Szaudarábia is úton van e felé a lépés felé. Ugye nagyon sajnálatos, hogy hát ugye Irán nem fogadta ezt jó szívvel, az nem csoda. Szerintem ez mutatja, hogy ez egy helyes... Hát a probléma nem csak Iránnal van, hanem az Európai Unióval van, akik nem tesznek semmit azért, hogy a két hónap múlva lejáró fegyver egyezmény ne folytatódjon. Lehet, hogy mindenki gazdasági előnyt akar ebből kovácsolni. Ez egy másik kérdés, de... De ez ugyanaz? De most ugye Abu Dhabiról beszéltünk, meg Szaudarábiáról. Tehát Irán mellett én azt gondolom, hogy a legnagyobb csalódás az Törökország, amelyik most már beállt. Meg a Palesztina. Teljes mértékben. Hát az nem csalódás, de a törököktől még mindig többet vártam. De hogy azért beszéljünk arról is, amit te mondasz. Ugye a fegyverembargó meghosszabbítása ebben a formában ki van zárva, hiszen Oroszország és Kína biztos, hogy megvétózná ezt a biztonsági tanácsban. Mert ők el akarnak adni fegyvert? Már részben meg is... Hát az oroszok nagy mennyiségű fegyvert adtak és adnak már el. A kínaiak nem tudom, hogy akarnak-e. Nem hiszem, hogy ők nagyon nagy fegyverexportőrök lennének pont Iránban, de hát ők meg ugye egy nagy kölcsönnel segítik Irán, de ennek alapvetően politikai okai vannak. Ők ugye nem akarják elszigetelni Iránt, azt gondolják, hogy vissza lehet édesgetni egy olyan helyzetbe, amit ők jónak tartanak, ez az atommegállapodás, amiről hát persze lehet vitatkozni, hogy jó-e, meg hát várják az amerikai elnök választás eredményét, ugye, mert azért... Azt rendben van, hogy ők várják az amerikai elnök választás eredményét, de mindaddig Irán full gázra kapcsolt, tehát azokat, amik felrobbantak, leégtek, nem tudni minek a következmény, és jelen pillanatban ez nem is érdekes, azonnal pótolják.
újabb centrifugákat helyeztek működésbe, és minthogyha minden nagy erővel folyna, sőt, mi több, tegnap már újabb hadiszállítmányok érkeztek meg Szíriába, útban a Hizballához, amit egy tegnapi támadás következtében ezek megsemmisültek. Igen, ez mindig az, amit mondasz, de mondjuk ha most megkérdezni az ember, hogy mondjuk az Európai Unió konkrétan mit tehetne, akkor azért elég nehéz lenne erre válaszolni. Hát mondjuk részt venne abba, hogy a fegyverembargó az maradjon életbe. Vagy talán az európai tagállamoknál is van valaki, akinek fegyver eladási szándékai vannak? Azt nem tudjuk, hogy részt vesz-e vagy nem. Tehát az Európai Unió nem mondta azt, hogy fegyvert fog szállítani Iránnak. Akkor miért van az embargó ellen? Én nem tudom, nem láttam, hogy az embargó ellen lenne. Azt láttam, hogy Oroszország meg Kína van az embargó ellen. Az Európai Unió szeretné, ha visszatérnének a tárgyalóasztalhoz az atomalkuról. Nem láttam, hogy az olyan szándékokat bejelentett volna, hogy ő fegyvert akar exportálni. Akkor most hagyjuk egy kicsit békén a közel-keleti kialakulóban lévő békét, és ugorjunk ide a nem olyan távoli Fehér Oroszországban. Mi történik ott most? Jó, volt egy választás, amit szépen elcsaltak, de ez mondjuk nem lenne újdonság. Ami érdekes, volt hogy már ilyen. Hát egy pár Fehér Oroszországban, de ugye az az érdekes, hogy... Nem voltak nemzetközi megfigyelők? Nem voltak. Miért nem voltak? Nem hívtak, és nem is mennek ilyen választásra, mert hogy tudják, hogy ez egy csalt, előre lehet mondani róla, hogy ez nem lesz fel és tiszta választás. Most az a különbség, hogy most az emberek hihetetlen tömegekben kimennek az utcára tiltakozni, és hát ugye nem tudjuk ennek mi lesz az eredménye. Itt vannak már olyan jelek, hogy repedezik az a tömb, amelyik Lukasenka mögött áll. Még várni kell azért arra, hogy mi történik, és hogyha valami történik, akkor Oroszország mit csinál, hogy Oroszország most támogatásában. Vladimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés után a moszkvai szóvivő azt mondta, kérdésre válaszol, Moszkva szükség esetén kész segítséget nyújtani számára, mármint Lukasenkának. Igen, nem tudjuk, milyen segítség kell neki a Kremltől? Minden, ami lehetséges. Hát, ha nem bír a tüntetőkkel, akkor nyilván megpróbálja ezt valamilyen módon erőszakkal. A tüntetők látleletei, amit a nemzetközi hírtelevíziók mutatnak azért, amennyiben ez igaz, akkor ez elég kellemetlen. Nagyon kellemetlen. Nálam bármint, hogy neki. A 21. században. A 21. században sok minden van, amiről nem gondoltuk volna, hogy lesz. Kinek van ebben joga beleszólni? A demokratikus világnak, magának, a népnek, vagy csak Oroszországnak, vagy hogy kell ezt látni? Hát ugye a végső döntés nyilvánvalóan a belorusz népnek kell meghoznia, ha hagyják. De hát ez egyáltalán nem biztos, és ha nem hagyják, ugye akkor ez egy bonyolult helyzetet állít elő, mert hogyha a népet elnyomják, és ők akik segítenek kívülről, az nem gondolom, hogy beavatkozás lenne a belügyekbe. A vezető azt mondta, a minden felelősséget az ellenzékre hárított, és egyúttal azt állította, hogy a NATO csapatokat vont össze az ország nyugati határán. Igen, mondjuk ehhez képest belorusz hadsereg hadgyakorlatozik az oroszokkal, de és nem a NATO a belorusz határon. Tehát de... akkor ez megint a tipikus eset, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Ja, persze. És persze, nem Moszkvába, persze, hanem... Persze, gondolom az EU országok azért, akik határosak, Lengyelország belorusszal megerősítették a határvédelmüket, de nem tudunk arról, hogy nehogy csapatokat vontak volna össze. Akkor folytassuk tovább az Európai Unió tagállamaival. Voltak az Európai Unió tagállamaik, akik ezt a készülőben lévő öbölmenti országok és a zsidó állammal amerikai közvetítéssel létrejött békeszerződés tervezetet támogatják. Ugyanakkor ők változatlanul a palesztinok mellett vannak, holott ez egy megoldás lehet a palesztin nép problémájára, hisz maga az arab vezető is azt mondta, hogy nem mindenbe kell, hogy egyetértsenek,
de egyet fognak érteni a turizmusban, a gazdaságban, és harcolnak, hogy a palesztinoknak is megfelelő megoldásuk legyen. Ez nem mindegyet lehet érteni, hogy kérdés, hogy mi lesz az a megfelelő megoldás, hogy amit a palesztinok is elfogadnak, vagy formálisan, vagy informálisan. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek az országok általában szuniták, akik most közelednek. Igen. Teherán a síták. Ugyanakkor nagyon érdekes Nasrallának a hozzáállása a dologhoz. Én csak úgy megjegyzem, Törökország is szunita, és ő mégsem közeledik, szóval azért... Ez lett volna a következő a kérdésem, hogy ilyenkor ez... Nem minden fér fölül most már ott ez a fajta vallási jelentét, de valóban ugye Szaúd-Arábia a legnagyobb ellenlábasa Iránnak, és a legszorosabb szövetségese az emírségeknek. Ugyanakkor például Egyiptom támogatja. Hát ugye Egyiptom már régen megtette azt, amit az emírségek most tesznek, és Jordánia is, hogy békét kötök Izraelnek. Na most akkor egy utolsó kérdés van, aztán a többit hagyjuk a kora esti órákra, meg a Külpolitikai Figyelő című műsorodra. Ugye Teherán nem is olyan régen Szaúd-Arábiába rakétákat lőtt, ami az olajmezőket kellőképpen begyújtotta. Na most akkor, amikor tulajdonképpen Szaúd-Arábiára, illetve az öbölmenti országok erősítésére létrejön egy amerikai-izraeli békeszerződésszerűség, akkor miért nem lehet ezt támogatni, vagy Európának jó az, hogyha vagy bárkinek, akár Oroszországnak, vagy Törökországnak, vagy Kínának, hogy Teherán újból ezt tudja tenni Szaúd-Arábiával? Mondjuk a kettő független egymástól, de mert Teherán akkor is meg tudja tenni ezt, hogyha... Hát, hogyha erősebb Szaúd-Arábia, és több fegyvere van, és nagyobb összefogás van, akkor kevésbé. Elég sok fegyvere van Szaúd-Arábiának, nem az a probléma. Kezelni kell tudni. Hát igen, meg végül is nagyon nehezen védhető Szaúd-Arábia, bármennyire is föl van fegyverkezve. Légvédelmi, mondjuk olyan légvédelem kellene, mint amilyen nekünk lesz most, és akkor az nehéz átrepülni. Valóban, igen, biztos így van. De hogy a béketervvel nem értenek egyet sokan, hát ez nem hiszem, hogy nagy csoda lenne, ez egy vadonatúj megközelítés. Nem biztos, hogy hogy működik, meg kell próbálni, gondolom, majd kiderül róla. Ennél többet már mondani nem igazán lehet, nem is tudjuk, hogy... Bízunk benne, hogy a kora esti órákig a véleményed erősödni fog abban, hogy Teheránt el kell különíteni, és nem kell támogatni abban, hogy újabb támadó fegyverei legyenek. Nem kell, hogy erősödjön a véleményem, ez a két dolog, ez nem szorosan függ. De hogyha Teherán újból fegyverekhez juthat, de akkor ez fenyeget még jobban. De ez nem az amerikai közel-keleti palesztin béketervtől függ, ez két különböző dolog. De itt már az öbölmenti országokról és Szaúd-Arábiáról van szó, ennek a paktumon belül. A kérdés, csak nem ezt kérdezted, úgyhogy kivételesen a kérdésre válaszoltam, de elmondom azt is, hogy én azt gondolom, hogy Iránt, ugye, és azt gondolom, hogy ebben az amerikai vezetés, a mostani és a leendő elnök bárki is lesz egyetért, nem szabad megengedni, hogy nukleáris fegyverhez jusson. Végszónak gyönyörű, a pontos idő 8 óra, tehát következik a legfüggetlenebb híradó, ami látható a Magyarországon, egy zsidó szemmel, hirdetésmentesen, de a függetlenségnek ára is van. Önök viszont élvezzék, hogy ilyen egy igazi híradó. Tartsanak velünk, már is jön a híradó az előzetesek után.